Most rendhagyó módon nem a mai témáinkat soroljuk fel, hanem kapcsoljuk rögtön New Yorkot, ahol Szelei Róbert várja a hívásunkat, a Board of Elections NYC, az a New York City kampány menedzserét, illetve a VHD stratégiai igazgatóját. Szia, Robi! Szia, Robi! Jó reggelt, sziasztok! Milyen a hangulat most Amerikában? Hát per pillanat itt nálunk most hajnali 3 van, tehát az utcák meglehetősen üresek, de ettől függetlenül az közösségi médiában mindenképpen egy hatalmas nagy sok van, pláne itt New York városban. Azt tudni kell, hogy New York 75%-ban Hillary Clinton mellett tette le a voksát, és csak az elmúlt percekben történt az, hogy konkrétan Hillary felhívta a Trumpot, és gratulált neki, és a Trump a sajtótájékoztatója szerintem még a mai napig, vagy eddig a pillanatig tart. Nagyon érdekes különben, mert egy ilyen 2 kilométeres távolságban vannak egymástól, mint a ketten itt vannak New York városban. Mindkettőnek egy hatalmas nagy tábora van jelen a kampány központban, az egyik a Hilton szálloda, Trump a Hilton szállodában van, a Hillary Clinton pedig egy konferencia központban, a Javits Centerben, egymástól 2 kilométerre. Különben nagyon jól zajlott itt New Yorkban a szavazás, nagyon pozitív volt. 24 órával ezelőtt különben az összes közvéleménykutatás szerint 90%-a volt az esélye annak, hogy Hillary megnyeri a választásokat. Úgyhogy sokan azt mondják, hogy még a Trump kampánycsapata is meglepődött, és sokkolva fogadta azokat az információkat, amik ugye este 8-9 óra körül kezdtek el érkezni az ország különböző pontjairól. New York város különben 2,5 millió szavazóval egy 60%-os részvétellel vett részt ebben a választásban. Ami kimondottan soknak számítható, ugye? Nem? 60%. Abszolút. Tehát, hogy ilyen számokat mostanában nem látszunk. Azt tudni kell, hogy a New York, illetve az Amerikai Egyesült Államokban a választások az nagyban azon múlik, hogy kik mennek el szavazni. Tehát szerintem erről nagyon sokat fogunk hallani az elkövetkezendő napokban, de valószínűleg az afrikai-amerikai, a fekete szavazók azok, akik alacsonyabb részvétellel vettek részt most 2016-ban, mint az Obama esetében 2008-ban és 2012-ben. Akkor ez is befolyásolta a végkimenetet, tehát hogy ugyebár ők nem mentek el szavazni, mert ugye Hillary-re szavaztak volna. Igen, a demokrata szavazó tábor ugye nagy részben a latin-amerikai és az afrikai-amerikai szavazók nagy részben demokrata szavazók, csak ebben az esetben valószínűleg nem vettek olyan mértékben részt, mint amennyire szükség lett volna rá. A munkahelyen mennyire érezted azt, hogy ellenségesek a viszonyok a két tábor között? Az az igazság, hogy itt New Yorkon belül, New York állam, és azon belül New York város, ez nagyon, nagyon demokrata, és megmondom őszintén, hogy jó volt részt venni, én is szavaztam reggel 6-kor, jó volt részt venni ebben a választásban, tehát az emberek támogatták egymást az utcán, és nagyon jó hangulatban zajlott az egész nap. Ez este 8-9 óra körül, mikor elkezdtek bejönni az eredmények az ország déli részéről, akkor kezdett el kialakulni egy pánik hangulat. Én ezt 8-9 körül elmentem egy párba több barátommal találkozni, de hát mindenki hatalmas nagy sokban várta az eredményeket, és azóta is, ugye most hajnali 3 van, nagyon sokan fent maradtunk, addig, amíg a hivatalos eredmények megérkeztek. Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, és hogy rendelkezésünkre álltál. Remélem, hogy fogunk beszélni a későbbiekben, hogy hogyan alakult a hangulat Amerikában. Köszönjük. Köszönjük szépen.